Stábunk péntek délelőtti ott járt akkor, még egy figyelemfelhívó üzenet értesítette a gazdákat arról, hogy ideiglenesen zárva tart a városközponti kutyafuttató, ahol fertőzés veszély lépett fel. A közösségi oldal híradásai a Dzsárdia nevű egysejtű felbukkanásáról szóltak a napokban, ami állatra, emberre egyaránt veszélyes. Egy dzsárdiás kutya bekerült hozzánk a rendelőbe, őt leteszteltük, kiderült, hogy valóban pozitív, és az is kiderült, hogy a gazdája leggyakrabban a városközponti kutyafuttatóba járt levele. A dzsárdi az egy egysejtű parazita, ami rendkívül elterjedt. Tehát bárhol, akár a rendelő előtt, akár az útszélén vennénk mintát, akkor biztos, hogy ott lenne ez. Ráadásul eléggé ellenálló is. Amit nem szeret, az viszont a napsütés és a szárazság. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogyha esős idő van, tél van, hűvös van, akkor sokáig él. Amikor ilyen gyönyörű idő van, mint most tavasszal, akkor 5-7 napon belül el fog pusztulni. Novák Péter stábunknak elmondta, elővigyázatosságból zárta le a városüzemeltető a kutyafuttatót, azonban a fertőzés veszélytől nem kell tartani, az egysejtű ugyanis bárhol megtalálható. Az állatorvos hozzátette, a dzsárdia az állatoknál tartós lesoványodást okozhat, fiatal jószágok esetében véres, nyálkás hasmenés léphet fel, de gyors teszttel 5-10 perc alatt felállítható a diagnózis, és a fertőzés könnyen kezelhető. Legeslegfontosabb, hogy mindenki szedje össze a saját kutyája után az ürüléket. Ez a legeslegfontosabb. Ami még fontos, hogy közös itató edényből ne engedjék inni a kutyákat, illetve mivel zoonózisról van szó, ami annyit jelent, hogy ember is fertőződhet a kórokozóval, az alapvető higiéniás előírásokat be kell tartani. Tehát, hogyha a kutyát simogattam, utána kezet mosok, és csak azt követheti az étkezés. Nem szabad kutyasimogatás után egyből a szánkhoz nyúlni, a szemünkhöz nyúlni, hisz a kutya belefeküdhet, széklettel szennyeződhet, illetve ürítés után is a szőre széklettel szennyeződhet, amit mi a kezünk által be tudunk venni. Aggodalomra tehát nincsen ok, bátran használhatják a gazdák és kedvenceik a városközponti kutyafuttatót, ahol az elővigyázatosság érdekében rövid időn belül összeszedik a még megtalálható bélsarat, majd fertőtlenítenek, hiszen mindent megtesznek annak érdekében, hogy semmilyen fertőzésre alakuljon ki. Az egysejtű vízben is megtalálható, ezért az állatorvos arra kéri a gazdákat, hogy kerüljék a közös itatótálak használatát, valamint a kutyafuttatóban található csap használatba vételét, amit jelenleg is elzárva tartanak. Aki pedig a tüneteket tapasztalja a kutyáján, az forduljon mielőbb állatorvoshoz a megfelelő és időben elvégzett kezelés érdekében. Ahogy látható, a hátam mögött jelenleg üresen áll a kutyafuttató, és egy felhívás is arra figyelmezteti a gazdákat, hogy fertőzés veszélyre kell számítani. Azonban az állatorvos és a szakemberek szeretnének megnyugtatni mindenkit, nem kell fertőzést tartani, odafigyeléssel megelőzhető a baj.